Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, jön egy kis Evolve, és ha netán egy szikla alatt érnél mélyen elásva egy barlangba, akkor elárulom neked az Evolve. Egy kooperatív multiplayer játék, ahol van négy vadász és van egy szörny. Vadászok feladata, megállítsák a szörnyet, a szörnynek pedig meg kell állítani a vadászokat, és végre kell hajtani egy feladatot a pályán, ha bármelyiket megcsinálja, akkor nyert. A vadászok pedig, ha elég kooperatívan játszanak, akkor van némi esélyük a szörny ellen. Úgyhogy Vakmix kollégával le is töltöttük a játékot, ugyanis most zajlik a zárt béta. A zárt béta alatt azt értjük, hogy nem mindenki fog tudni vele játszani. Aki regisztrált anno az első bétára, az már megtalálja a könyvet, a játékot a Steam könyvtárába, főleg, hogyha játszott is már a játékkal az első béta alkalmával. Ha nem játszottál az első béta alkalmával, de regisztráltál, akkor már kaptál is egy CD kulcsot az e-mail fiókodba, beváltod, letöltöd, játszol. Mi is ezt tettük Vakmix-el, hajnalig játszottunk vele, úgyhogy belementünk egy kicsit jobban a játékba. Szeretnék hozni nektek akkor egy ilyen összefoglalót, hogy a hamarosan megjelenő játéknál, ugye jövő hó 10-én megjelenő játéknál mit is fogunk kapni a pénzünket, végig fogunk menni mindenen, grafikától játék élvezhetőségig mindenen, és megnézzük, hogy mi is ez a játék tulajdonképpen. Legalábbis ez valószínűleg egy inkább szubjektív vélemény lesz, megpróbál megmaradni azért néhány dolognál az objektivitásnál, de amit én éreztem játék között többnyire. Nos, kezdjük, hol kezdjük? Kezdjük a grafikánál, mert ennél a játéknál beszélni kell róla. Ugyanis ezt a játékot ugye a CryEngine hajtja, annak is a negyedik verziója már, szóval a játék szép. Amire fel kell készüljetek, hogy egy Crysis 2, Crysis 3-nak megfelelő videókártya valószínűleg megfelelően elfuttatja ezt a játékot, az alatt már nem biztos, hogy javasolnám, hogy megvegyétek ezt a játékot, ha nem próbáltátok ki a beta tesztet. Amit nálam láttok, az sem a full grafika, az medium. Kérdezhetnétek, hogy a GTX 770-nel miért csak mediumon játszom, very high-on is nagyon szépen ugyanúgy 60 FPS-sel futott a játék, csak időnként valami oknál fogra lement 2-re. Érdekes módon Vakmixnél nem voltak ezzel gondok, pedig elméletileg valahol ugyanott van a videókártyánk teljesítménye, ráadásul a Nvidia-ra fejlesztik magát, a CryEngine-t is inkább, tehát Nvidia-ra van optimalizálva, nem arra fejlesztik, de arra van optimalizálva. És valamiért valami gondja volt, oké, beta változat, de nem tudom, valószínűleg az Nvidia erre is kiad valami frissítést. A lényeg az, hogy elkezdtem végigmenni a grafikai beállításoknál, és akkor medium volt az, ahol már egyáltalán nem akadozott. Nem tudom, hogy ez miért, valószínűleg ezt meg kiküszöbölik, vagy még én utána nézek jobban, hogy mitől lehet ez. Nos, de egyelőre ezt láthatjátok médiumon, szóval a játék nem csúnya, az effektek még mindig szépek, szóval fel lehet kötni a gatyákat grafikai szinten, de mondom, egy ilyen Crysis 2, Crysis 3 minimális gépigény valószínűleg megfelel már ennek a játéknak. Nos, térjünk rá egy kicsit magára a játékra, ugye, és térjünk ki a vadászat részére, szóval a vadászokra, és a vadászat részére, ugye négy vadász, mindegyiknek megvan a maga szerepe, aki vovozik, lolozik, Guild of Warozik, az otthon találja magát a szerepekben, hogy úgy mondjam, ugye van egy aféle support, van egy tank, van egy medic, tehát így mindenféle része, tehát magyarul assault, support, engineer, mit beszélek, trapper, és medic gyakorlatilag. Mindegyiknek megvan a maga szerepe, és olyan csodálatosan optimalizálták ezeket a szerepeket, hogy az egyik a másik nélkül nem élhet kb. És hihetetlenül össze kell dolgozni, de tényleg össze kell dolgozni, és mindenki frankon be kell álljon a feladatára, és csinálnia kell a feladatát, mert ha nem a szörny egyiket elkapja, akkor a többi az meghalt. Ha a többiek annyira ügyesek, hogy kihúzzák, menekülnek, megoldják addig, ameddig újra bejön a dropship, mert ha meghaltál, akkor újra bejön egy ilyen repcsi, ledobnak és indulhat újra a party. Látni fogtok egy olyan videót is, látni fogtok ilyen live co-op gameplay, kurva jó volt. És akkor újra játékba csatlakozod, de a szörny elég ügyes,
akkor ha egyiket elkapja, akkor vége van. Nem mondhatnám, hogy van olyan, hogy gyenge láncszem a négyben, tehát ha az egyiket elkapja a másik nélkül, a többi nem tud mit csinálni, de úgy vettem észre, van egy effektív sorrend, ami hogyan érdemes kiiktatni őket, és azt érdemes kezdeni az orvossal és a kutyával. Daisy-ben. Daisy-nek hívják a kutyáját. Szóval érdemes elkezdeni az orvossal és a kutyával. Az igazság az, hogy mindenki meg tud védeni mindenkit, és nem, nincs könnyű dolga a szörnek, ezért a szörnek is ki kell fejlődni a nap bizonyos harmadik százisban, de nagyon eltértem. Térjünk rá a vadászat izgalmára. Megvan-e a vadászat izgalma a játékban? És azt kell, hogy mondjam, igen, de erről csak a szörny tud felelni. Ha a szörny egy nagyon jó játékos, akkor a vadászatnak hihetetlen izgalma van. Aki járt már ilyen hajtóvadászatokon Magyarországon, tudjátok, ilyen szezonális téren, és volt ilyen hajtó, akkor úgy érezte, hogy azért megvan a vadászatnak a kis chill feelingje, és igen, és megvan. És hozzá kell tegyem, hogy nehogy csak a szörny felel meg ennek a vadászat élményének, de a grafikai környezet maga, ahogy a CryEngine4-et kihasználták, hogy létrehozták ezt a gyönyörű világot, ez nagyban hozzájárult. Tehát így mászkálok ebben a világban, és megvan az a kis chill faktora, az a kis libabőrös leszek faktora. A játék nem ijesztő, nem túl horror, de pont megfelelően ki van dolgozva. Hogy tényleg megne ez a föláll a ilyen libabőrös leszek faktor, és pont megfelelően jól van optimalizálva ezen a téren. Olyan hangulatom van, mintha tényleg egy idegen bolygón, egy idegen világban járok, ahol mindenre vigyázni kell, mert a környezet pillanatok alatt szétszed. Ilyen videót is fogtok látni, szóval nagyon-nagyon komoly volt, így bemegyek a vízbe, és így elkap valami vízi szörny, és így kész, egy pillanat alatt kinyírt, tehát így nem tudtam kimenekülni, fantasztikus volt. És a grafikai szépsége, ez mindezt a hangulatot nagyszerűen meghozza. És nagyon hangulatosan válik ettől. A vadászatot pedig maga a szörny nagyszerűvé teszi, és természetesen a játékosok is valamilyen szinten, de ha a szörny nagyon ügyes, akkor az a hangulat, hogy hajtod, hogy üldözöd, hogy próbálod kigondolni, hogy merre megy, és izgulsz, hogy ne érj el azt a harmadik fázis, mert akkor már azt nem bitang nehéz lesz leölni, és nem csak a Góliátot, hanem a többi szörnyet is, és van az a második szörny, aki a zárt bétán részt vesz, talán Reaper a neve, nem tudom mi a neve, de nagyon beteg, elmebeteg módon lehet vele játszani, tehát teleportál össze-vissza, és pillanatokkal azt szétkap mindenkit. Nos, szóval eddig összefoglalva, amiről beszéltem, a grafikai hangulat, a világ hangulata nagyszerű, ez kétség nem fér hozzá. A vadászat élménye tényleg ilyen kis libabőr faktor, nagyon, nagyon hangulatos tud lenni, és most beszéljünk egy kicsit, ugye, a játékosok szerepe egymás nélkül nem lehet élni, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez barátokkal játszva ez a játék kivétel nélkül nagyszerű. Egyedül játszva nagyon jól megpróbálták kihangsúlyozni azt, hogyha nincsenek ott a haverok, tehát a karakterek beszélnek, kommunikálnak azonnal, nem igazán érzed magad egyedül, csak a tudat érezteti veled, hogy egyedül vagy. Az AI, tehát a mesterséges intelligencia nagyon remekül teszi a szerepét, tehát azt kell mondjam, a Vakmix-el mi ketten voltunk, egy darabig, tehát az AI, például a medic, az mesterséges intelligencia volt, és jobb volt, mint hogyha egy ember játszaná, szóval gyakorlatilag nagyon jól tudta a szerepét, hogy mit kell csinálni. Úgyhogy ezen a téren a játékosok, tehát hogyha egyedül játszol, mindent megpróbáltok megtenni azért, hogy növekedjen egy élményfaktor. Na de hogy szóval, ha egyedül játszol, akkor a horror faktor is növekszik egy kicsit, azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy a játék minden szempontból jó. Tehát nagyon megvan az élvezeti faktora, hogyha haverokkal játszol, akkor a nagyon élvezeti faktora. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hányszor lesz, és minden képessége, milyen képességei lesznek a szörnyeknek, a játékosoknak, többfajta játékos lesz, többfajta asszony, többfajta trapper, Battlefield nyelvezetten beszélek, többféle support, stb. Úgyhogy mindeniknek meg lesz a maga képessége, tehát Vaxx addig fejlődött, hogy ilyen robot volt supportként, aki le tudta menni a fejét ilyen recall üzemmódra. Na, ötletes is, tehát oda kitérünk, hogy ötletes is.
És azt kell mondjam, hogy egy nagyon jó felfrissülés a gamer világban, ha bár FPS shooter, de a koncepció maga, ez a vadászat koncepció maga, a feladat maga, a szörnynek a feladat maga, hogy el kell pusztítani azokat a bizonyos reaktorokat, ez egy új élményt ad a kis szürke világunkban, szóval a játék új. A játéknek van egy friss koncepció, van egy ötletes koncepciója, egy fantasztikus világban. Ezt meg kell hagyni. Ezek mindeddig ugye a pozitívumokról beszéltünk. Megéri a pénzét? Megéri a pénzét rettenetesen akkor, hogyha tudod, hogy a 5 haverod van, 4 haverod van, vannak haverod, akik ezt megveszik, és játszani fogtok vele. Tehát rászántok időt, elmentek és szórakoztok egy jót, és ez a játék, a jót lehet szórakozni, teljes mértékben megéri. Ha tudod, hogy senki nem fogja az ismerőseid közül megvenni a játékot, csak abban az esetben vedd meg, ha már ilyen 1000 forint lesz. Mert akkor úgy nincs meg az az élvezeti faktor, nincs meg az a hangulat, aminek meg kellene lennie, hogy Isten igazából, akkor csak élvezni fogod a játékot, de nem nagyon élvezni. Haverokkal játszani elképesztően jó élmény, úgy gondolom. Ha netán még a haverodik is lesz egy szörny, akkor aztán a világ beégetései fognak folyni, szóval... Nagyon-nagyon hangulatos. A játék a karakterekkel, magukkal könnyű, azt kell mondjam. Egyszerű irányítás, aki szeret kontrollerrel játszani, annak ez egy ilyen picsafing irányítás lesz, azt kell mondjam. Aki pedig billentyűzete játszik, azért annak érdemes belőni, hogy mit hova tesz, mit hogyan használ el, milyen gombokat hova állít be, mert a képességeket gyorsabban, jobban ki lehet használni. Nos, miről tudnék? Ja igen, a játék a szörnyel, iszonyatosan nehéz. Azt kell mondjam, tehát a szörnynek nem szabad egy hülye állatnak lennie, azt kell, hogy mondjam. A vadászok még lehetnek hülye állatok, mert náluk van fegyver, és ha utána futnak a szörnek, előbb-utóbb bele fognak futni. Úgyhogy a szörnek nagyon ki kell gondolni a taktikát, és egy ilyen hit-and-run technikával kell futnia. Mindenképp ki kell fejlődnie a harmadik szintig, tehát evolúció szinten el kell érnie a harmadik szintet, full páncélba, full mindenbe, és akkor mehet az összecsapás. Hogyha lemegy a páncélja, tehát hogy összetegyek, a szörnek a páncélja az élete. Ha lemegy a páncélja, érdemes elfutni, elbújni, újra feltölteni, mert hogyha az életettől kezdenek el darálni, az asszolt, az pillanatok alatt olyan seb ez a szörny, ahogy az hihetetlen. Úgyhogy a szörnynek okosnak kell lennie, és ilyen hit-and-run technikákkal kell játszania, mert ha nem, nagyon-nagyon meg van nehezítve a dolga. Tehát ha a trapper maga, a csapdaejtő az fölállítja a domot, akkor ott a szörnek pillanatok alatt vége van. Tehát nem tudsz kimenekülni szörnyként, és az nem túl szerencsés. És a maga a sebzés is, a szörnyel minden képességet nagyon gyorsan ki kell használni, jól kell kihasználni, hogy minden nagyon megfelelő legyen, mert ha nem, akkor tényleg nagyon gyorsan szét fog tudni kapni. Ha elkapod szörnyként egyedül valamelyik játékost, akkor vége a partinak, tehát biztos, hogy meghalsz. Nagyon-nagyon nagyon komoly. És azt kell, hogy a szörnyként játszani viszont egyedül is jó. Szóval itt jön a játék dilemmája, hogy hogyan fogsz játszani. Mert ha haverokkal játszol, ez a játék elképesztően élvezetes. Ha egyedül játszol egy karakterként, egy ilyen vadász karakterként, már nem annyira élvezetes. Viszont ha szörnyként játszol, akkor a játék mindent megad. Tehát akkor megint csak eljön az a magas élvezeti faktor. Úgyhogy akik csinálták ezt a játékot, ott volt némi sütnivaló. Szóval úgy gondolom, hogy eddig ebben a részben, ebben a friss játékban, ebben az új világban, ebben az új shooterben megtalálja mindenki a szórakoztatást. Ez a játék semmi más, csak szórakoztatás. Szóval úgy értelmez ezt a játékot, hogy ezzel szórakozni fogsz. Ezt azért fogod bekapcsolni, nem hogy profi gameplayt nyomjál, nem hogy kompetitívság, stb. Ez a játék nem tud kompetitív. Illetve el tudom képzelni, hogy valamikor a jövőben mondjuk felemelik egy kompetitív szintre.
De ez a játék akkor is csak szórakoztató marad, és egy élménydús játék marad, ahol ki tudod használni a taktikádat, ki tudod használni az észbéli fölényt, ugye, ki tudod használni a karakterek képességeit, és mindezt egy szórakoztató szinten. Szóval így fontol meg a játékot. Ez egy szórakoztató játék, ez egy jó játék, ez egy friss játék, de mint minden, egy idő után valószínűleg unalmassá válik. A játékészítő múlik el, hogy hogyan képesek megtartani az érdeklődést a játékok. Nem, hogyha folyamatosan képesek egy új szintet belevinni a játékba, akkor az játék nagyon hosszasan fog életben maradni, nagyon szórakoztató lesz végig, de hogyha hosszú időt is kihagysz a játékból, és egy hosszú időt bekapcsolod, még mindig szórakozni fogsz. Ez a játék szórakoztató. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!